tudom tovább adom. A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján elkopni nem hagyom. Ünnepségünk színhelyét egy rendkívül magasztos esemény tette aktuálissá. A mai napon, Tomaj monostorán, nem csak felidézzük 56 hőseit, hanem emléket állítunk tiszteletükre a mögöttem álló kőszoborral. Az időben minden megmarad, de olyan színtelen lesz, mint azok a nagyon régi fényképek, melyeket még fémlemezre rögzítettek. A fény, az idő lemossa a lemezről a vonások éles és jellegzetes árnyalatait. Forgatni kell a képet, a világítás bizonyos fénytörése szükséges ahhoz, hogy a vakfémlemezen megismerjük azt, kinek arcvonásait egyszer magába szívta a tükörlap. Így halványodik el az időben minden emberi emlék. De egy napon fény hull valahonnan, s akkor megint látunk egy arcot, írja Márai Sándor. Ilyen fény számunkra minden október 23-ai megemlékezés, mely feleleveníti az 1956 őszének eseményeit. Pillancsunk hát vissza, hogy a ma fényében mit mutat ez a régi fémlemez. Felkérem dr. Fazekas Sándor miniszterurat ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Önkormányzat, kedves gyermekek! Tisztelt ünneplő közösség, szeretettel köszöntök mindenkit az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy emlékmű avatása az, amelyre összegyűltünk most. Biztos vagyok abban, hogy a kedves gyermekek részéről és már felnőttként is mindig egy jeles napnak számít majd a mai, hiszen kívánom azt, hogy ez a szép harang a magyar vidék 1956-os helytállásának az emléke legyen. Ennek a helytállásnak a jelképe legyen. Amikor a mi szüleink és nagyszüleink, az akkor élő generációk összefogva, egységesen léptek fel a magyar szabadság mellett, az 56-os forradalom mellett, a Budapesten vívott harcok idején élelmiszert szállítva, segítve az ott küzdőket, segítették a sebesülteket, bújtatták a menekülőket, amikor helyben, a legkisebb faluban is felálltak a forradalomnak az új kormányszervei, és hogy olyan példátlan nemzeti összefogás nyilvánult meg mindebben, amely mai napig erőt ad nekünk, és amelynek a példájából bizton meríthetünk. Tisztelt ünneplő közösség, azóta is sokan kutatják azt, hogy miképpen volt lehetséges egy olyan egység, amely ritkán adatik meg a magyar történelemben. Hiszen belső vitái mindig voltak ennek a nemzetnek, harcokban és békeidőben egyaránt. Mi volt 56 mögött? Mi történt itt 1949 és 1956 közötti esztendőkben? Ma már jól látszik az, hogy a magyar parasztság 1100 éves történelme során sohasem került olyan kétségbeejtő helyzetbe, sohasem került olyan kiposztott, kisemmizett állapotba, mint a Rákosi-féle sztálinista rendszer terroruralma idején. A gazdák földjeit elvették, a legjobb gazdákat kuláklistára tették, kisemmizték, kilakoltatták őket, gyakran családostól. Elvették tőlük az állataikat, a tanyáikat, a termelésre szükséges eszközeiket. Nekünk, akiket szerencsésebb korban élünk, szinte elképzelni is nehéz, hogy milyen kínnal, szenvedéssel járt mindez, egyáltalán mikor történt, miképpen történt mindez. Hiszen van szó a kolhozosításról, a TSZ-ek létrehozásáról, hogy oda be kellett lépni, be kellett vinni a földet a nagyapáktól, a szülőktől örökölt vagyon, de mégis milyen borzalmas lehetett az, amikor, ami addig a családé volt, állami tulajdonba került, vagy valamilyen ködös tulajdonba. Miképpen zajlott a családok kifosztása, amikor már nem volt ennivaló az országban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves gyermekek! Ha szélt, ha fújt, ha tél volt, ha nyár volt, rendőrök, államvédelmi hatósági emberek, és erre a célra pártkatonákból tobozott úgynevezett repülőbizottságok jártak házról házra, végigkutatták a padlás és a pincét, és erre vannak konkrét esetek és történetek is. Én is tudom, egy 80 éves
télekorban lévő, már idősebb karcagi családnak a történetét, ahol a családfő végigharcolt az első világháborút, végig dolgoztak, egy élet munkája volt a házuk és a földjük, a földet azt elvették tőlük, és amikor már nem volt mit elvenni, akkor jött a repülőbizottság, jött a rendőr, és végigkutatták a házat. Kiforgatták az ágyat, szétszették az ágyneműt, megnézték, van-e valami a szekrényben, vagy a kamrában, összegyűjtötték az ennivalót, és utána elvitték. És nem maradt utánuk semmi, csak a feldúlt lakás, és a két öreg egy élettel a háta mögött ült ott, és csodálkozott, hogy ez megtörténhet, miközben már láttak román megszállást, átérték az első világháborút, és a másodikat is a szovjet megszállással együtt. El sem tudjuk képzelni, milyen lenne az, hogyha ma ez velünk történne meg. A mi házunkba jönnének el valakik, az állam nevébe, egy olyan állam nevébe, amely egy újabb kort akar megnyitni, egy újabb, igazságosabb társadalmat akar építeni, és ezzel kezdi, hogy elveszi azt a keveset is, ami van. Egy másik hasonló emberi tragédiát is hoztam erre az alkalomra, hiszen ez az emlékezések a pillanata. Hogy mit jelentett a börtön, az internálás, a büntetés abban az időszakban, amikor egy karcagi földművesnek, egy nincstelen tulajdonképpen birtok nélküli földművesnek a sorsa tűnik elő a múlt homályából. Ez a gazdálkodó egy-két hold minimális területtel bírt, tized magával élt egy háztartásban, nagyszülő, feleség és sok gyerek, 8 gyermek, kicsi és nagy, és a saját magát a földhízzal, a disznót próbálta levágni, engedély nélkül, lehet, hogy nem is tudta, hogy kell rá engedély, vagy megpróbálta elrejteni a hatalom alól, hogy ne kelljen beadni a zsírt, a húst, hanem a családot tudja etetni. Legyen ennivaló a gyermekeknek. Levágta a disznót, valaki följelentette, a rendőrök kijöttek, elvittek mindent, és a családfő is 3 évet kapott. 3 év börtönt. Ott maradtak a gyermekek, az asszony, az idős szülő, semmiféle jövedelem, semmiféle ennivaló nélkül. Ma már elképzelhetetlen az, hogy ez olyan korban volt, amikor nem volt szociális segély, nem segített az önkormányzat, nem volt startmunka, nem volt munkanélküli segély sem, és senkit nem érdekelt akkor a kommunista hatalom részéről, hogy mi lesz ezzel a családdal, mit fognak enni, miképpen fognak boldogulni. Szerencse, hogy jó akaratú szomszédok, segítőkész rokonok éveken keresztül táplálták őket, és így ez a család nem ment tönkre. És hány ilyen történet van? 1000 és 10000. Hiszen a magyar parasztság, ahogy említettem, leginkább kárvallottja volt a TSS-esítésnek, a kommunizmus létrehozására megkísérelt dolgoknak és a terrornak. Ezeket és tízezeket telepítettek ki, zártak börtönbe, internáltak, és tulajdonképpen szinte mindenkinek elvették a földjét. Miért is kellett elvenni a földet? Azért, hogy megtördék annak a földművesrétegnek az ellenállását, amely ennek a hazának a fenntartója, amely egy ezredéven keresztül mindig megművelte a határt, fönntartotta a falut és az egyházat, amely mindig képes volt arra, hogy megújítsa a nemzetet a legkritikusabb, legnehezebb időszakok után is. Nehéz idők voltak, de a legkegyetlenebb diktatúrák is véget élnek egyszer. És a túlkapásokra, az embertelenségre, a rabigába hajtása és kifosztása, mondta a magyar nép 1956. október 23-án, 60 évvel ezelőtt lassanként, hogy elég volt. Legyűrte a kommunisták ellenállását, és november 2-a, 3-a környékére helyreállt az ország rendszeres, rendezett működése, elkezdtek dolgozni a kormány és más hatalmi szervek megújulva, és biztató volt a jövő, hogy egy demokráciát, egy szabad országot sikerül létrehozni. Ezért is mozdult meg a szovjet világhatalom, hogy letiporja a magyar szabadságot. A munkások és a parasztok nevében, hiszen a kommunizmusnak ez volt a jelképe, hadseregek vonultak fel, jött a megtorlás, és kibontakozott egy másik diktatúra. De elmondhatjuk azt, hogy 1956-nak a szelleme, az tovább ért évtizedeken keresztül. És a magyar forradalom és szabadságharc megroppantotta a szovjet világbirodalom gerincét. Az emberek a föld legtávolabbi sarkában is ráébredtek a rendszer igazi arcára. Itthon pedig felnőttek újabb nemzedékek, akik 56-ban a felemelő érzéseket látták, és nem a ráhagatott ellenforradalmi jelzőt, akik újra és újra nekifogtak annak, hogy miképpen lehet megváltoztatni az országot és emberibbé tenni a körülményeinket.
emberibbé és fejlődőképessé tenni a hazát. A magyarságra mondják azt, hogy ritkán tud összefogni. Jó példa, hogy 56-ban ez sikerült. És azóta is már jó néhány alkalommal, 2010-ben az alkotmányozáskor, és most legutóbb pár héttel ezelőtt is, amikor ott kellett vélemény nyilvánítani, arról kellett vélemény nyilvánítani, hogy Magyarország magyar maradjon-e. És soha nem látott akaratnyilvánításnak lehettünk a tanúi, hiszen 3,4 millió egységes vélemény fogalmazódott meg a népszavazáson, erős, egységes, új összefogás jött létre. Én kívánom, hogy ez maradjon, hogy nemzeti sorskérdéseinkben csak úgy, mint 56-ban legyen egység és összefogás. A nagyvárosokban és a kisebb településeken egyaránt, Budapesten, vagy itt Tomajmonostorán és a szomszéd falvakban ugyanúgy. Hiszen a mi magyar világunk ezekből a közösségekből áll, ezeket kell erősíteni, és ebben erőt, példát ad 56. Példát az ez az emlékmű is, amely kívánom, hogy a magyar vidék helytállására, a magyar vidék forradalmi lelkületére emlékeztesse önöket, és mindenkit, aki a településre látogat, aki megfordul itt. Köszönöm szépen! Arany János, a Velszivárdok. Edward király, angol király, lépted fakó lován. Hadd látom, úgymond. Mennyit ér a velszi tartomány? Van-e ott folyós, földje jó? Legelőin, fű, kövér? Használ-e a megöntözés a pártos honfivér? S a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajt, mint akarom, s mint a barom, melyet igába hajt? Felség, valomban koronád lecebb gyémántja velsz. Földet, folyót, legelni jót, hegyvölgyet benne lesz. S a nép, az Isten adta nép, oly boldog rajta szír, kunyhói, mint hallgatva, mint meg annyi puszta sír. S Edward király, angol király, lépted fakó lován, körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Montgomery a vár neve, hol aznap este szállt, Montgomery, a vár ura vendégli a királyt. Vadat és halacsmi jófalat szemszájnak ingere, sürgő csoport száz szolga volt, hogy nézni is tere, s mind, amiket a szép sziget ételt, italt terem, mind, ami bor pezsegbe fordul messzi tengeren. Ti urak, hát senki sem kocint értem pohárt. Ti urak, ti Velsz ebek, ne ilyen Eduard! Vadat és halacs mi az ég alatt szemszájnak kellemes, azt látok én, de ördög itt belül minden nemes. Urak, ti hitvány ebek, ne éljen Eduard! Hol van kizengetetteim, elő egy velszibárd! Egymásra néz a sok vitéz a vendég Velsz urak, orcáikon, mint félelem sápadt el a harag. Szó benszakad, hang fennakad, lehellet megszegik, ajtó mögül fehér galamb, őszbárt emelkedik. Itt van király, ki tetteidet elzengi, mond az ag, s fegyver csörög, haló, hörög, amint húrjába csap. Fegyver csörög, haló, hörög, a nap vértóba száll, vérszagra gyűl az éjivad, te tetted ezt, király! Levágva népünk ezrei halomba, mint kereszt, hogy sírva tallóz, aki él! Király! Te tetted ezt! Vágjál el! Igen, kemény! Parancsol Eduard. Ha! Lágyabb énekkel nekünk! És belép egy ifjú bárd. Ah, lágyan kél az esti szél Milfordből felé. Szüzek siralma, özvegyek panaszanyög belé. Ne szűrabot, te szűz! Anya, ne szoptass csecsemőt! Int a király, és elérte még a mágjára menőt. Dvakmerőns hivatlanul előáll harmadik, kobzán a dal magára val, ez íge hallatik. Elhunyt csatában a derék, no halld meg, Eduard! Nevet ki dicsel ejtené, nem él oly velszibárd! Emléke sír a lantom még, no halld meg, Eduard! Átok fejedre minden dal, melyet zeng, velszibárd! Meglátom én!
király parancsot ad rettenetest. Mágyárak jellenszegül minden Wales énekest! Szolgái szétszágultanak ország szerint tova. Montgomeryben így esett a híres lakoma. És Edward király, angol király, vágtat fakó lován, körötte ég, földszint az ég, a Walesi tartomány. 500 bizony, dalolva ment lángsírba Walesi bárd, de egy se bírta mondani, hogy éljen Eduard. Ha, mi zúg, mi éj ide a London utcáin ez? Felköttetem a Lord Majort, ha bosszant bármi lesz. Állném a csend, légyszárnya se benn, se künn nem hallatik. Fejére szól ki szót emel, király nem alhatik. Ha, elő síp dobzene, hasogjon harsona, fülembe zúgja átkait a Walesi lakoma. De túl zenén, túl síp dobon, riadó kürtön át, 500 énekli hangosan a vértanúk dalát. Tisztelt miniszter úr, képviselőtársaim, falunk polgárai, hölgyeim, uraim, kedves gyerekek! Egy emberöltő távlatában, amikor fogynak a tanúk, és az emlékezet rostáján is egyre több emlékoszlány hullik át, még inkább fontos megállni és visszanézni. A mai ünnepségünk kiemelkedik a megszokottak sorából, hiszen alkalmunk adódik nem csak gondolatainkban felidézni a forradalmat, hanem a 60. évforduló tiszteletére emlékművet is állítani. Az emlékezésnek teret és időt kell biztosítani ahhoz, hogy az áldozatok hőstetteinek elismerése méltó tiszteletet kapjon a mindennapokban. Bízok abban, hogy az átörökített időt számunkra elérhetővé teszi, és nyomot hagyva magunk után a következő nemzedékeknek is lehetőséget biztosít arra, hogy itt elhaladva, megállva fejet hajtsanak 56 hőseinek. Az emlékek felszínen tartása példa lehet a mindennapok értelmezéséhez, a gondok feloldásához, életünk folytatásához, melyet felelősségérzettel, kötelességtudatból adunk tovább. Tisztelt ünnepő közönség! Dicsőség a legyőzötteknek! Hirdesse ez az emlékmű, mert 1956. november 4-én valóban legyőzték a nemzet forradalmát, és 35 évig valós és virtuális fogságba tartották a népet, de az igazság végül mindig győzedelmeskedik, és a történelem mindig igazságot szolgáltat az elnyomottaknak. Szatmári Norbert képviselő úr választási programjában indítványozta, hogy egy 56-os emlékhely kialakítása kerüljön a falunkban, és folyamatosan kereste a lehetőséget a megvalósításához, melyet az 1956-os Emlékbizottság Büszkeségpont című pályázata hozott. Községünk elnyerte a pályázatot, és megtalálta a kivitelezéshez is a megfelelő alkotót. Az emlékmű elkészítésére Györfi Sándor szobrászművészt kértük fel. A művész úr 1978-ban végezte a képzőművészeti főiskolát, Varcagon él és alkot. Saját bronzöntő műhelye van. Korai szobrainak modellje a karcagi, nyírségi, mezőtúri parasztemberek, később a klasszikus témák mellett újszerű formai megoldásokat is alkalmaz. Munkásságának és technikai megújulásának elismeréseként 1986-ban Munkácsi Mihály díjat kapott. Ezúton fejezzük ki köszönetünket és elismerésünket az alkotásáért, melyen művészetének nyomát hagyta a településünkön. Itt hirdetve a kő nemességét, örökérvényűségét és tartóságát. Merő a költő így írt: a világ fölött őrködik a rend, és nem vész magja a nemes gabonának, de híresen lesz egykor a csalánnak, az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, de a kő marad. Végezetül megköszönöm mindazoknak az erőfeszítését, akik hozzájárultak a nyertes pályázat nagyszerű megvalósításában. Dicsőség 1956 forradalmának, dicsőség és köszönet a forradalom elődeinknek. Köszönöm szépen!
Istennek igéjét olvasom, és az ő szentlélek által röviden hirdetem. Ez ünnepi órában, úgy, amint az írva található, a Lukács evangéliuma 22. fejezetének a 41. és a 41. versétől a 44. verséig. Eképpen. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajtásnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amen. Szeretett testvéreim, az ünnepi órában az 1956-os eseményekre emlékezni csak imádkozva szabad. Lehet ugyan másképpen is, de akkor nem várhatjuk válaszul mi is a mennyei megerősítést, segítséget, vezetést. Akkor magunkra maradunk azokkal az emlékekkel, amelyeket sokszor nehéz feldolgozni, nehéz megérteni, és hozadékuk csupán csak emberi indulat lehet, amely ma sem juthat tovább, úgymond molotov koktéloknál. Látjuk ebben az igében, hogy Jézus nem azért imádkozott, hogy mások vére ontassék ki, hanem csak az övé. Nem azért imádkozott, hogy az övé maradjon megkímélve, hanem már imádságos tusakodása közben is vérrel verítékezett. És úgy érezhetjük, itt van a bibliai párhuzam, hiszen szinte vért verítékezve nyögte a nép a második világháborús jóvátételnek, a kommunista rendszer egyéb terheinek elviselhetetlen súlyán. De meg kell látnunk, hogy az 56-os eseményeknek a hősként helytálló, a szabadságért küzdő embereknek, egyetemistáknak, munkásoknak, felnőtteknek és gyerekeknek az élete és a halála nem erről szól csupán. Ők is azt a kérdést tették fel maguknak, amellyel Jézus Krisztus is vívódott a Getsemáné kertjében, a golgotai keresztre feszítést megelőző hajnalon. Mitől kell jobban félni? A bűntől vagy a haláltól? Átlag ember átlagos élethelyzetben magától érthetődően adja azt a választ erre a kérdésre, hát természetesen a haláltól. Az ugyanis véges, végleges, véget vett mindennek, onnan többé nincs kiút. De a bűnnel meg lehet alkudni, azzal együtt lehet élni, mint egy fájó derékkal, vagy megrogyott térdel. Fáj és kényelmetlen, de azért mégis élet és nem halál. Szeretett testvéreim, azok az emberek viszont, akik 56-ban felkeltek a magyar nép szabadságáért, azt a választ adták, hogy a bűntől. Mert jobb becsületesen meghalni, mint áruló módon megalkudva, idegeneket kiszolgálva, egymást besugva, becstelenül és bűnben élni. És amit kerestek, megkapták, mondják erre sokan. Mert nem csupán az orosz tankok ereje söpörte el őket, hanem még inkább az a világ, amelyben sajnos oly sokan ma is élnek, hogyha fiatal vagy, élvezd az életet, ne törődj vele, hogy kiadja meg az árát. Ha felnőtt vagy, érj el sikereket, ne izgasson, hány ember hátán taposol keresztül. És ha megöregedtél, mi lesz veled? Szeretett testvéreim, 56 hősei azt mondták, az ige alapján fiatalok vagyunk, és nem tisztességtelenséget akarjuk élvezni. Munkások vagyunk, és nem becsületlenül akarunk munkálkodni. Öregek vagyunk, és nem megalkulással akarunk búcsúzni az élettől. Szeretett testvéreim, náluk tisztában, igen, az Úr Jézus Krisztus tudta megválaszolni ezt a kérdést, mert ő nem csupán a saját életét tette kockára, nem csak a saját terhét vette a vállára, hanem abban a keresztben mindannyiunk bűnre átterhelődött. Ő pedig inkább vállalta a farkas szemet a halállal, nem a dicsőséges halállal szembeszállva, az ellenség túlerejével, hanem a dicstelen kereszt, a rabszolga halállal, amelyben még a vele elítéltek egyike is kicsúfolta őt.
számára mégis sokkal inkább az volt a fontos, hogy a mennyei akaratát vihesse végre. Ismerjük, ő is fiatal volt még élhetett volna. Nem csoda hát, hogy saját magával is meg kellett vívnia ezt a harcot. Ám ő olyan világosan látta, ahogyan az Atya mutatta meg neki a Szentlélek világosságában, hogy a bűn az az igazi ellenség. És úgy kell legyőzni, hogy nem enged annak, nem alkuszik meg vele, nem félti a saját életét, hanem engedelmes marad mind halálig, és ő engedelmes marad keresztvának haláláig. Ő lépne a halál birodalmába, száll alá poklokra, hogy ne csupán ő maga térhessen vissza az életbe, de számunkra is megnyissa a feltámadásra vezető utat. Jézusnak, szeretett testvéreim, ezt a válaszát húzza alá, erősíti meg azoknak az áldozatvállalása, akik 56-ban szintén nem önmagukat féltették. És mindezt azért kell ma is végig gondolnunk és megszívlelnünk, hogy mi is megérthessük, nekünk sem a megalkuvás, az előnyöket, a könnyebb vagy a jobban bebiztosított életükkel kell választanunk, akár félve a haláltól, féltve a saját életünket. Hanem csak tudjunk mindig Jézus Krisztusra tekinteni, ő vezet el bennünket, és ő vezette el a győzteseket is az igazi szabadságra. Nem csak a forrink közben kell harcolnunk, hanem a saját szívünkben is meg kell vívnunk a döntő csatát, ami bűneink a haláltól való félelmünk ellenében. És mi is csak akkor lehetünk győztesek, ha a mennyei segítséget kapunk. Csak hogy már tudhatjuk, oly csodálatos, hogy föltámadott, és győztes úr ott áll az Atya jobbján, hogy esedezzék érettünk, és így kaphassunk mi is olyan segítséget, amely elég a győzelemhez, elegendő erőt ad arra, hogy Isten kezébe bele tudjunk kapaszkodni, és képesek legyünk elszakadni a bűntől. Így kívánom, hogy éljük át, tapasztaljuk meg, különösen is ezekben a napokban, amikor készülünk emlékezni elhunyt szeretteinkre, elhunyt kedveseinkre, és emlékezünk az értünk meghalt hősökre is. Legyen most is egyedül Isteni a dicsőség. Örökké. Amen. De utána a békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, ami urunkat, Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkája bennetek azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. A Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvérek, hogy annak idején 1956-ban magyar népünk a szabadságáért küzdött. Ez a mai délutánon mi is összegyűltünk, hogy mennyei atyánk áldását kérjük erre az új emlékműre, amely felhívja a figyelmünket is arra az értékre, amely Krisztus Urunk egyik legfontosabb üzenete volt, és ez nem más, mint a szabadság. Szabaddá tudjunk válni, hogy szabadon tudjuk tenni a jót, hogy ne kössön meg bennünket a gonosz, hogy úgy tudjunk élni itt ezen a világon is, ahogy Krisztus Urunk tanította. Félelemtől mentesen lehessünk így igaz emberek és jó emberek, olyanok, akiket az Úr boldogságot érdek. Kérjük most az ő áldását, és forduljunk mennyei atyánkhoz, hogy szentelje és áldja meg ezt az új emlékművet, hogy az ő életetől bölcsessége, ezen keresztül is tudjon minket növelni a jóban. Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, de úgy akartad, hogy amikor egy képet, egy szobrot, egy emlékművet készítünk, valamely esemény emlékére, vagy egy igaz ember tiszteletére, akkor az emlékeztessen bennünket arra az értékre, amelyet ez az illető képvisel, vagy amire ez az esemény tanít bennünket.
kérünk áraz jóságos áldásodat erre az emlékműre, és add, hogy mi is tanuljunk a múltunkból, hogy így növekedni tudjunk bölcsességedben, hogy soha ne feledjük el, hogy a te atyai jóságodat akkor tudjuk mi is elfogadni és követni, ha szabaddá válunk a rossztól és a bűntől. Áldja meg ezt az emlékművet, és mindazokat, akik ezelőtt elhaladnak, és akik ezen harangnak a hangját hallják, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Maradjon meg áldásod rajtuk, és kísérje őket életük egész folyamán. A mindenható Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása legyen rajtunk, és maradjon meg mindenki. Magyarul álmodom, én magyarul.